Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok! Hát, gyerekek, elkövettem egy hatalmas hibát. Ne kövessétek el ti is. Um, elkezdtem újra játszani a Black Desert online-nal. Na most annól, amikor még úgy aktívan warframe már így kezdtem kacsingatni a emezen játék felé. És hát egy adódó akció alkalommal gyorsan meg is vettem. És nagyon gyorsan realizáltam, hogy ez a játék túl sok hatalmas, túl sok minden van benne. És emiatt egy adott pont után inkább azt mondtam magamnak, hogy hát köszönöm szépen, én most lerakom egy időre, ennyi időm nincs, hogy ezzel foglalkozzak, de egy ideje lett egy kicsit több időm, és újra belemerültem a játék világába. Így gondoltam, nem tudom, hogy valaki csinált ilyesmit Magyarországon, hogy elhozom nektek a Fő történetét, a lore történetét, a, a, a hátterét ennek az egésznek, és némi információt, amit ki tudtam deríteni magáról, a karakterről is, amit mi játszunk, amit, amit ki lehetett deríteni, mind erről. Nem tudom, hogy valaki csinálta ilyet, de ha igen, nagyon jó, most már én is fogok um, egyet csinálni. Amúgy meg <coughs> hashtag, <coughs> hashtag szüksége van egy gildre. <coughs> nekem is <és> a haveromnak <coughs> csórók vagyunk. <coughs> kell egy gild. <coughs> hashtag jelöljetek be. <coughs> uh, na jó van. Uh, jöjjön a fő történetszála. Vagyis hát inkább a ős történetszála. Vagy én nem is tudom. Jöjjön a történet a Black Desert online, hölgyeim és uraim. Szóval az időkben onnan indulunk, hogy léteztek az úgynevezett ősök, a régiek, angol úgy hívják őket, de agents. Na most ezek az ancient ezek az ősök, ezek állítólag nagyon jól tudtak bánni az úgynevezett fekete energiával, amely a fekete kövekben, éké a black Találhatóak meg. Annyira jól tudtak vele bánni, hogy akár újra életre tudták magukat kelteni, és esetleg dimenziók között váltani olyan helyekre, ahol mondjuk másképp telik az ők másképp idősödnek. Szóval ilyen szintű képességekkel bírtak. Na most, ezek az ősök kihaltak. Nem tudni, hogy miért, mi történhetett velük, de kihaltak. Viszont mielőtt ez megtörtént volna, építettek egy tornyot, amit egybeépítettek a fekete kővel, a Blackstone-nal, és aznak az energiája valamiféle furcsaságot okozott a vadállatok és a vad lények között, és emiatt agresszívebbek lettek. Nem tudni, hogy mitől vadultak meg az állatok, nem tudni, hogy mitől pusztultak ki ezek az ősök, de hogyha szeretnétek tudni, hogy hogy néznek ki, hogyha játszottad a fő küldetését a Black Desertnek, és mikor elértél a magába a sivatagba, meg kellett keresél három darab ilyen ősi lényt, és kommunikálnod kellett velük, na így néztek ki az agentek, és ezek az ősi lények, akik kihaltak. Na most, Ugrás némileg előre az időben, és az emberi civilizáció fejlődni látszik. Meg is alakult szépen három, bocsánat, egy jó pár terület, amit az emberek népesítettek, és most a legfontosabbakról fogunk beszélni, nem kifejezetten a legújabb kiadásokról a játékoknak. Szóval megalakult ugye Kalfeon, um, Gyakorlatilag megalakult Szerendia, gyakorlatilag is Heidel, ahogy mi ismernénk, megalakult Baleneos, ahogy Olivia, ahogy mi ismernénk, és megalakult Media, továbbá megalakult Valencia is, uh, mind területek. Na most ezekben a területekben némi gond adódott fel Kalfionban, Keplanban, Szerendiában, illetve Balenos, Olivia Heidel, Kalfion, Keplan. Így jobban ismerik talán őket, egy vírus ütött fel, fekete halálnak hívták, és igen-igen megcsappant ettől a népesség szám ebben a négy álomban. És az Istenekhez hiába fordultak, azok nem válaszoltak, így az emberek igen-igen dühösek lettek. Így aztán ez a négy állam összegyűlt Kalfeonban, és megvitatták, hogy mi a jó Istentől lehetett ez a vírus. Na most azt tudnatok kell, hogy ez a nyugati régió az eddig nagyon nagy kereskedelemben volt Valencia régiójával, illetve média régiójával viszont ezen a gyűlésen, ahol összegyűltek, hogy megnézzék, hogy mit lehet tenni, és mitől lehetett ez a baj, ott a nagyokosok kitalálták értelemszerűen, mert kellett valamit kitalálni, hogy a probléma az a Valenciából érkező árubal van és régiségekkel, amelyekben ott megtalálható a fekete energia, és ez a fekete energianak köszönhető ez a fekete halál nevezett vírusféleség. Na most a probléma az, hogy a nyugati világ, az nem túl sokat tudott a, a fekete, a blackstone-okról, tehát a fekete ö, kövekről, így aztán gyakorlatilag ők ö, háborút akartak, vagy háborút indítottak, akartak indítani Valencia ellen, emiatt, hogy ők majd megállítják a fekete halált. De ugyanakkor kiderült, hogy Valenciában is kitört ez a fekete halál, és már hiába, adták le a drótot, vagy informálták a nyugati világot, hogy azt a négy államot, hiába informálták le arra, hogy nálunk is van ez a fekete állam, nem a mi hibánk. Az emberek már annyira dősek voltak gyakorlatilag ebben a négy államban, annyira le akarták vezetni valahol a feszültséget, hogy kitört a háború a négy állam között, gyakorlatilag a nyugati világ között, és Valencia, mint keleti világ között kitört a háború, és középen megtalálható volt a média terület, na most ők annyira jó fejek voltak, hogy mind a két oldalnak adtak el fegyvereket, illetve kereskedtek őrülten, és media érdekes módon némileg több információval bírt a Blackstone-okról és a fekete kövekről, így aztán nekik nagyon-nagyon jó jött, hogy elkezdtek kereskedni gyakorlatilag Blackstone-t kérve öm, fizetségül, és amíg folyt a háború, addig média rettentően módon meg tudott gazdagodni ezekből a Blackstone-okból, mivel hogy hát gyakorlatilag nagyon sok mindenre volt jó ez a Blackstone, mindent lehetett belőle csinálni, még főzni is, hogyha erről van szó. Szóval, 30 évig folyt a háború. hölgyem és uraim, és 30 év alatt Kalfeon és a társai nem tudták elérni Valenciának a ö, kapuit. Na most, azért nem tudták elérni, mert hogy Valenciában volt egy nagyon OP király, nagyon ügyes stratéga, és ez a nagyon ügyes stratéga folyton vissza kényszerítette a nyugati világ hadseregét ö, a sivatagba, és egyszerűen nem tudták bevenni. És nem csak ezért élt véget a 30 éves háború, hanem egyszerűen azért, mert a világban hogy a Black Desert világában um, elindultak természeti katasztrófák. Eleve kezdjük ott, hogy a Karfeon és uh, a négy nyugati államnak a hadseregét nagy részét egy sivatagi vihar vitte el, uh, aztán áradások lettek az északi partoknál, a déli partoknál, és ennek, ezeknek a természeti katasztrófáknak a um, következtében, a vad lények, illetve ezek a fél emberek, stb., amit megtalálható a Black Desert világában, ennek a következménye a természeti katasztrófák következményen kénytelenek voltak az eredeti lakóhelyüktől, távolabb az emberektől, ugye kénytelenek voltak rámenni az ember rakta területekre. Na most, ugye mi vagy 30 évig háborúztak ezek az államok, így aztán némi problémába ütköztek. Nem volt mivel megvédeni a saját területeiket, így aztán a négy állam egyessége felbomlott, ugye Kalfeon, Balenos és Olivia, Szerendiava és Heidel és Keplán szövetsége feloldott annak érdekében, hogy megvédjék a saját államaikat, és ez a szövetség valamilyen szinten feledésbe is merült. Hét évig tartott ezeknek az államoknak a területeik megvédése, és igen-igen kezdtek elszegényedni, ezért Kalfeonban a király úgy döntött, hogy újra megnyitná a kereskedelmi kapcsolatot Valenciával, ugye kelettel. Na most ki is küldték a kereskedőiket, hogy menjenek, és ezek a kereskedők ugye medián voltak kénytelenek átmenni, és ahogy elértek mediába, gyakorlatilag észrevették, hogy media igen-igen meg van erősödve, ugye bár media a háború alatt igen-igen fel tápolta a raktárait ezzel a Blackstone-nal, és most odaértek ezek a kereskedők, ugye Kalfeomból és társéból, és látták, hogy média, bár a déli területi mediának elfoglalták ott is a vadlények, stb., de az iszki terület hihetetlenül erős volt, és ugye nagyon ott tele van bányákkal, erős városok, erős várak, a, a katonaik jól felszereltek, ágyuk és minden, és akkor, akkor ugye a kereskedők, hát mi a jó Isten, hogyan, hogyan tudtátok ezt elérni, és média Valencia felé mutatott, hát igen, ott ők voltak, blackstone -ok, mi így szedtük meg magunkat. Így el is indultak, hogy a Carfeon kereskedői elindultak Valencia felé. És szomorúan tapasztalták, hogy a Valenciában a katonák igen-igen védik még a sivatagot is. Tehát a teljes határ zárlat volt Valenciában, és még a sivatagba se lehetett menni, ugyanis Valencia is ráébredt a Blackstone-nak uh, a, a, az értékére, és ugyebár Valencia területén volt ebből a legtöbb, innen jön a név, hogy Black Desert. Hát üres kézzel tértek vissza a kalfeoni kereskedők, viszont Azért kicsempésztek magukkal egy pár darabot, amit elvittek az alkimistáikhoz, és ezek igen kiderítették, hogy ezekben a fekete kövekben, ugye most már egy kicsit több tudást akartak maguknak megszerezni, és kiderítették, hogy ezekben a fekete kövekben, uh, hogy is mondjam, igen erős energia van, és milyen sokrétűen fel lehet használni. Na most ezen fogva mindegyik állam némileg, öv, hogy is mondjam, vérszemet kapott, és elkezdték keresni őrülten, hogy vajon az ő területeiken található-e fekete köve is Blackstone. Az első, aki megtalálta, az, az Kaplan területén történt meg, ők megtalálták először a hegyeikbe, nem volt a legjobb minőségű, de legalább volt, ez azt jelentette, hogy Kaplan gyakorlatilag öm, pénzhez juthat, mivel hogy media már nagyon jelentkezett, hogy ők megvennék ezt a, ezt a Blackstone mennyiséget, mivel hogy ugye nekik nagyon kellett, öm, mert hogy kezdtek kifogyni, mivel hogy Valencia már nem adott senkinek ugye bár nem adott nekik, nem kereskedett velük Blackstone-nal, letiltotta Valencia Blackstone-t gyakorlatilag, ezért Kaplan el is így szedte meg magát, kezdte, meg, kezdte meg, volna megszedni magát, úgyhogy eladja Mediának ezeket a, ezt a nyersanyagot, ezt a Blackstone. Aztán későbbiekben, ugye Szerendia, aki Heidel is talált a, a, a mocsaraiban talált Ebből a Blackstone-ból az ott lévő foganok, ha jól emlékszem, gyakorlatilag ékszerként hordták. Na most ez annyira tiszta volt, hogy még jobb minőségű volt, ugye ugyebár, mint a Keplánban talált fekete kő. Na most Olivia nem, nem túl sokat talált, nem talált semmit konkrétan, ha jól tudom, nem sok info van erről, viszont Kalfeon hiába keresett őrülten ilyen Blackstone-okat, vára nem találtak sehol az ő területéken, ez viszont számukra azt jelentette, és a király is erre rájött akkoriban, hogy ö, hát problémás, mert elveszíthetik a felsőbb jogúságukat a területen, mivel Kalfeon az egyik legerősebb, nem egyik, a legerősebb ö, terület katonahillag a másik háromhoz képest. Na most a király Karfeumban meggyőzte az ottani papokat, illetve kereskedőket, gildeket, stb., hogy hát jó lenne, hogyha háborút indítanánk ezen emezen Országok ellen azért, hogy elvegyük ezt a blackstone, mert ha nem elveszítik a, a, ugye a befolyásokat e, erre a területre. Na most, e, ugye meg is győzte a különböző tanácsokat, akit kellett arról, hogy háború legyen, összeszedte a pénzt a királya a háborúra, és el is indult a, az egész háború, és elsőként keplán területe esett el, könnyedén elesett Kalfeonnak, ezáltal Kalfeon hozzájutott Keplán feketekő kő tartalékaihoz, illetve hegyeihez, bányáihoz. A következő csata az már Heydellel lett volna, egy készerendiával. Na most ott némi problémába ütköztek a kalfeoni seregek, mivel a Heidel azért kicsit erősebb volt, és a határon gyakorlatilag azt, azon kapták magukat, hogy Heidel igen felhúzott tornyokat, és, és öm, ugye igen sikeresen védte meg magát Kalfeon ellen, és Kalfeon nem tudta bevenni Heidelt, viszont, viszont nem volt veszve minden ügy, Kalfeon királya úgy döntött, hogy egy kis eli csapatot az éjszaka folyamán beküld Heidelbe egy olyan 300 embert, és az a 300 ember lemészárolta a Heidel uh, hadseregét, az éjszaka folyamán teljesen meglepte őket, és elrabolta Heidelnek a királyát. Na most ezt a többi helydeli hadsereg vezérek, hadsereg vezérek tudtára is adták, hogy hé, és rácok, bocs, de elvesztettétek a háborút, túl későn ért oda már hozzátok a, a, a felmentősereg, és elraboltuk a királyotokat, és cserébe, hogyha vissza szeretnétek kapni a királytokat, fel kell hagyjátok ezekkel az őrtornyokat, tehát ez semleges területek lesznek, későbbiekben ezt el is foglalták a vörös orkok, és fel kell hagynotok a hadseregépítéssel, és nekünk kell adnotok a feketekő területeiteket. Na most Heidel belement az üzletbe, és egy év után vissza is kapták a királyukat. Ami pedig Olivia területét illeti, vagyis és Balenoszt, ők gyakorlatilag harc nélkül megadták magukat, és emiatt Kalfeon lett az uralkodó királysága négy régi terület felett, vagyis hát részben, mert Heidelnek visszaadták ugye a királyát, de igen megcsapták a dolgokat, hogy a diplomácia Kalfeonnál volt, hadsereget nem csinálhattak a védelmi vonalakat úgy kellett hagyniuk, ahogy vannak fekete kövüket elvesztették szóval ja, eléggé meg volt nyomorítva a Heidel, hogy így mondjuk ugyanakkor a Kalfeoni király kitalálta, hogy neki még több Blackstone kell, és még több háború, ugye gondolom a költségeket fel kell tartani, és háborút indított Valencia ellen. Bocsánat, indított volna Valencia ellen, de nem igazán volt meg rá a pénze, ezért az történt, hogy adókat emelt, ami igen-igen nem nagyon tetszett az embereknek, értelemszerűen kiszeretti az adót, és megmérgezték a királyt egy idő után nagyon szépen, és megalakult Kalfeonban ezután megalakult egy tanács, ami mindegyik frakcióból volt képviselve valaki, tehát parasztokból, kereskedőkből, katonákból, stb. és megalakult ez tanács. Ez Kalfeon ma ahogy a játékban van. Ugyanekkor mi történik Heidelben, és mi, mint fő karakter a játékban némileg részt veszünk a helydeli politikában. A lényeg az, hogy Heidelben ugye a királynak a hatalma igen megvan van csappan a Kalfeum miatt, viszont öm, ők is megtudják a hírt. Hogy, hogy megmérgezték a karfeomban a királyt. Tehát azt mondták, a király elhalt egy betegségben, de nem. Ugye nyílt titok volt, hogy megmérgezték a királyt, és emiatt ugye Heidel királya úgy volt fel, hogy lehet, hogy Karfeon gyenge, lehet, hogy most kéne megtámadni, hogy visszavegyük a területeinket, visszavegyük azt, ami ugye gyakorlatilag a becsületünket, a diplomácia, stb. Tehát hogy a Heidel újra Heidelé legyen magyarul, és hogy visszavegyük-e mindezt. Na most királynak volt két tanácsadója. Az egyik a háború ellen volt, a másik egy Jordini nevű űrge, ő a háború mellett volt. És azért volt annyira a háború mellett, mert hogy anno Heidel és Karfeon háborúja között Jordini szülei ott meghaltak. Ezért ő nagyon mérges volt a Kalfeonra, és végül annyira befolyásolta a királyt, hogy a király azt mondta, hogy oké, okay, legyen háború Kalfeon ellen, mert most Kalfeon biztosan gyenge. És mi történt? Heidelben is adókat emeltek. Na most ez nagyon nem tetszett a parasznépnek, és ezért a parasznép gyakorlatilag fellázadt. És küldtek is egy képviselőt, a királynak, hogy mondja már meg neki, kérlek ne emelj a adókat, mert szegények vagyunk, alig volt termés, és a többi. Na most cserébe a király ezt a csókát meg kínosztatta, és kifeszítette eliesztésként a parasztoknak. De ők még mindig lázadoztak a parasztok, de nem nagyon mertek háborúzni, és gyakorlatilag akit amúgy meg ezen kaptak, hogy ugye a király ellen konspirált, azt meg annak vérdíjat tűztek a fejére, és elüldözték, és azok sose térhettek igazából vissza az az életükhöz azok a e, jó emberek. És hogy ezek a szökevények valahol gyűltek, és aféle hadsereget formáltak, ez még több okot adott a hejdeli királynak, hogy adókat emeljen, de útközben megváltozott a célja a királynak. Már nem akart háborút. És azt a sok adóval, azt a, azt a, azt a, pénzt, amit beszedett, az gyakorlatilag Heider fejlesztésére fordította, elkezdte visszaépíteni a kastélyokat, területeket fejleszteni, és a többi, ami igen-igen Feldöltette ezt Jordini gyereket, és úgy érezte, hogy a királya elárulta őt. És emiatt a single playerben is, ahogy haladunk vele, van egy ilyen konspiráció, ahol gyakorlatilag segítesz átvenni a királytól a hatalmat. Ha jól olvastam a történetet, de nem nagyon olvastam bele, nem annyira érdekes, de ha jól értelmeztem, hogy így gyorsan olvasgattam a sorok között, akkor ja, gyakorlatilag segítesz ott a királyt megbuktatni, vagy éppen megvédeni valamelyik a kettő közül. A lényeg az, hogy Jordini körül folyik a történet. Ugyanekkor ennek a Jordini gyereknek egyszer csak volt egy álma. Ne, ne kérdezzétek, hogy hogy van, de ennek volt egy álma, és így kapcsolódunk mi hozzájuk, hozzá, hozzá mi. És ebben az álomban. Egy, egy, hang beszélt hozzá, és mutatott neki képeket, ahol ez ősi toronyból egy fekete energia az égen keresztül kisuhant, és ez benne van a cinematic introba is valahol, kisuhant valamelyik cinematic introból kijött ebből a, ebből a toronyból keresztül az égen, úgy nézett ki, hogy pontosan tudja, hogy hova megy, és lezuhantak Olivia környékén és itt jövünk mi a képbe, akik felébredünk, és ö, nem emlékszünk semmire. Na most, ezen a ponton nem túl sok információ van az egész neten, hogy ki mi hány, merre, meddig, kik vagyunk, mi hova jutunk, merre, hány. Nagyon sok nem is, nem, is nagyon derül ki a történetből, ahogy játszunk. A lényeg az, hogy a fő quest, ahogy haladunk, leginkább arról szól, hogy kis emberek kis ügyeit oldjuk meg, vagy éppen a királyok király ügyeit oldjuk meg. A lényeg az, hogy a féle kívülállónként problémákat oldunk meg, de a lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy amikor felébredünk ott Olivia környékén rögtön az első izében, ugye van egy cinematic intro, intro mielőtt uh, elindul a játék, és az elindul a játékban egy, egy nő beszél hozzánk, és csak annyit mond, hogy jobban tudhattad volna, you should have known better, tudhattad volna jobban is, és utána a Black Spirit, az utolsó emlékünk, és a Black Spirit az csak annyit mond nekünk, hogy nehogy elfelejtsd az üzletünket. Na most úgy néz ki, hogy ez az Black Spirit, még mikor felébredünk, hogy minden emlékünk elveszett, és ez a Black Spirit fogva tartja, tehát nála vannak az emlékeink, és sürget minket, hogy mi megerősödjünk valamiért, ugye a questeket csináljuk meg, hogy megerősödjünk úton útvélen, és cserébe emlék darabokat esetleg kapunk vissza. Hogy milyen üzletet kötöttünk a Black Spirit-tel, nem tudtam kideríteni, nem találtam semmit, ha ti igen, akkor kérlek írjátok rá, de eddig nem tudni, hogy milyen üzletet kötöttünk a Black Spirit-tel. Hogy milyen eredetünk van nekünk, arról se nagyon találtam ki, találtam dolgokat, viszont, ahogy játszottam a single Playerrel, és uh, ugye már így az ember nyomkodja a dolgokat, de egy adott ponton elértem egy érdekes részhez, ahol azt sugalta a játék, hogy mi ennek az ősi Népnek, egy tagja vagyunk. Ezeknek az ősöknek, akikről az elején öm, beszéltünk, és meg is kellett tanulni játék közben egy ősi nyelvet, és többi, De a lényeg az, hogy ez egy, egy ilyen ősi lény azért beszélt hozzánk egyszer, és mi lehet, hogy részei voltunk annak a dimenziónak, vagy valahonnan onnan jövök, vagy lehet, hogy mi magunk is ilyen ős lények vagyunk, öm, csak ugye, mivel hogy újra élettünk, mivel tudtuk használni ezek a köveket arra, hogy újra élesszük magunkat, lehet, hogy újra élettünk ebben a dimenzióban, vagy ebben az időben, és hogy így nézünk most ki, mint ahogy kinézünk. Ebben, ebben kérlek igazoljatok vissza, hogyha esetleg tud valaki információt erről, mert egyszerűen hiába kerestem össze-vissza a neten, nem igazán találtam arra eredett történetet, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, igazából, csak hogy így gyorsan elkaptam a történetet, miközben nyomkodtam az erbetüket, de már túl később úgy próbáltam összerakni a képet, hogy mi a francom, mert nem túl izgalmas sajnos a, a történet, és egy jó történet lenne, egy jó történet, a Black Desert online-nak a története, csak az a probléma vele, hogy nagyon rosszul van tálalva. És, 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 ez azért, ja, így az ember arra készített, hogy elnyomkodja a gombokat, és nem is nagyon érdekes, pedig van benne politika, árulás, uh, harc, uh, területek elleni politika, diplomácia, minden lószar benne van, de komolyan. És hatalmas lór mind, mind, mindenhova esküszöm, ezeknél a Black abyss ott, 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 ülnek húszan, egy map fölött, egy város fölött, és mindent ledizájnolnak történettől kezdve minden lószart, szóval... Um, Valószínűleg, hogy egy ilyen ősi lények vagyunk, de nem tudhatjuk biztosan. Srácok, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem, hogy élveztétek a videót, remélem, hogy. Egy új megvilágításba tudtam helyezni ezt a játékot. Még mindig nem azt mondom, hogy kezdjétek el, mert egyszerűen hihetetlenül függőséget okoz. Tehát nagyon addiktív, nagyon addiktív. Uh, és hogyha belemerültök azoknak, akik élvezik az MMO RPG-t, és ebbe belemerülnek, soha nem jöttök ki onnan. Soha, soha nem jöttök ki. Tanuljatok példámban, jó? Hestek kell leggilt. <kül> uh, Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. A következő videóig. Uh, sziasztok! Etek elleni.